Sziasztok! Ebben a videóban a világ legjobb filméről fogunk beszélni, a Gyűrűk uráról. Úgy érted a visszajövőbéről? Nem, én tényleg a legjobb filmre gondoltam. Akkor csak összekeverted a címeket. Nem. Mindenki tudja, hogy a világ legzseniálisabb trilógiája a Gyűrűk ura. A visszajövőbe is trilógia, és sokkal több minden van a történetében. Itt nem csak egy összekarcolt karikát visznek három részen keresztül, hanem tényleg történik valami. Igazán! Az összes rész arról szól, hogy próbálják helyrehozni, amit elszúrtak. Az egész meg sem történik, ha Doki nem lopja el a plutóniumot. Egyébként meg a gyűrű egy varázserejű tárgy, nagy hatalma van, ezért kell elpusztítani. Az itt is van, a sportalmanak szerinted mi? De legalább ők egy részben elintézik és nem húzzák három részig. Messze volt a láva. Csak annak a tüzében lehetett elpusztítani. Az almanakhoz is tűz kellett. És Sauronnak volt egy hatalmas tornya, ahonnan mindent látott. Biff kaszinója a kamerákkal szerinted micsoda? Viszont ami nincs a Gyűrűk urában, repülő autó. Ott vannak a sasok. Sasok. Igen, a sasok. Ők legalább nem lopott plutóniummal mennek. És nagyon is fontos szerepük van. Legalább akkora, mint a Dolorinnak. Igen, tudom. Az összes csatát csak a sasokkal tudták megnyerni. Nem is. De például ők mentik ki Gandalfot Saruman fogságából. A vissza a jövőbében csak paradoxonokat gyártanak. És amikor Marty meglógott Biff felől a kaszinó tetejéről... Ezzel mit akarsz mondani? Szerintem eddig jól látszik, hogy a Gyűrűk ura a vissza a jövőbét másolja. Mi? Egy eredeti elemet nem tudtál mondani. Oké, azt mondod, hogy csak a sasokkal tudtak nyerni, akkor ugyanaz van a vissza a jövőbében is. Mindig a Delorint használják, ha baj van. És itt legalább senki sem smárol az anyjával. Hé! Nem tudta, hogy a fia. Egyébként a Gyűrűk urában sokkal több az undorító rész. Ott vannak az orkok, az óriáspók, vagy a hullákkal teli mocsár. És ez a több kiló trágya? Az egy. Mind három részben. Oké, akkor ott van Gollam. Ő egyedül tizet ér. Az öreg Biff sem egy bálkirály. Legalább hordott ruhát. Arról nem is beszélve, hogy róla mintázták Sarumánt. Micsoda? Öreg, gonosz, botos figura, aki a főgonosz kezére játszik. Legalább Sarumannak nem törik el a botja. Nem is tudott időben utazni. Amúgy nem csak a szereplőket másolták, színészt is loptak. Miről beszélsz? Elijah Wood. Ugyan már két mondata van a visszajövőbében. Mert tudták, hogy ennyi való neki. A Gyűrűk urát végig szenvedte. Három részen keresztül lehetett hallgatni, hogy jaj, de fáj ez a gyűrű. A visszajövőbében pedig három részen keresztül, hogy Marty, nagy baj van! Nem is így mondta. Ráadásul mindig ők okozták. Ez a visszajövőbe. A Gyűrűk ura pedig egy szép mese, rengeteg mondani valóval, szép helyszínekkel és érdekes karakterekkel. Például Gandalf. Aha! Mi van? Az is koppintás. Na, ne csináld. Hol van a visszajövőbében egy idős, ősz és bölcs varázsló? Doki, idős, ősz és ő is csodás dolgokat csinál. És ugyanúgy ő szervezi a mentőakciókat. Ez már tényleg túlzás. Semmi értelme ennek a beszélgetésnek. Inkább megyek és megnézem újra a Gyűrűk urát. Helyes, én pedig a visszajövőbét.